Ezek az ágyak a napokban érkeztek a Máté Szalkai Kórház krónikus osztályára. A belga gyártmányú betegágyak nagyban segítik majd a jellemzően fekvő betegeket ellátó krónikus osztályáplóinak munkáját, mivel a fekvőhelyek könnyen kezelhetők, több irányban állítható a fekvőfelületük, és védőráccsal, valamint infúzióvállánnyal is felszereltek. A Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kórházak és egyetemi oktatókórház Máté Szalkai kórházának krónikus osztálya 39 darab betegágyat kapott a NECA, magyar és holland alapítvány által. Ezek a betegágyak nagyban segítik a betegellátást, könnyítik az ápolási folyamatokat, azon a krónikus osztályon, ahol zömében fekvő betegeket ápolunk. A krónikus ellátás nagyon fontos, hiszen a társadalomban tapasztalható demográfiai változások növelik az időseknek az arányát, az időseknek a számát. Erre a jövőben egyre inkább fel kell készülnünk, hogy nagyobb lesz az ápolási igényű betegek megjelenése a kórházunkban is. A NECA alapítvány már korábban is támogatta a Máté Szalkai Kórházat, akkor a gyerekosztályon helyeztek el ágyakat. A kórház mostani fejlesztése civil szervezetek és vállalkozók összefogásából valósult meg. Ezek az ágyak Belgiumból, a Hiron Belgium jóvoltából érkeztek ide. A Syria projekt keretében, ami egy holland segélyszervezet, a NECA alapítványon belül. Tehát a NECA alapítvány ajándékozza ezeket a Máté Szalkai Kórháznak, de ez egy közös összefogás eredménye. Van egy non-profit KFT-nk, aki finanszírozza a szolgáltatást, és vannak gyémegyesi vállalkozók szerencsére, akik beszállnak ezeknek a költségekbe. Így kerülnek ezek az ágyak ide Máté Szalkár vagy más városokba, más intézményekbe. Az alapítvány az egészségügyi jótékonykodás mellett iskolabútorok adományozásával is foglalkozik. A napokban például több Ukrajnába és Romániába tartó szállítmányt is indítottak.